A Tisza vízállása jelenleg alacsony Tivadar és Kisar között. A tivadari strand homokos partja már messziről látszik. Az elmúlt évtizedekben azonban több száz centiméterrel nőtt a hazai folyók, köztük a Tisza mértékadó árvíz szintje is, melyre az árvízvédelmi védvonalakat fel kell készíteni. Itt alapvetően kétféle fejlesztési van, az egyik a töltések erősítése, a másik a tározók építése. Ugye ebben a térségben már megépült a Beregi és a Szamoskrasznai tározó, tervezés alatt van, illetve már engedélyezés alatt van a Tiszatúr tározó, és emellett párhuzamosan a mai nap például egy töltés erősítési projektről fogunk beszélni, de már több ponton történtek töltés erősítések a térségben. Láng István ezzel a prezentációval magyarázta a hazai közönség mellett a román és a brüsszeli delegációnak, hogy miért emelkedtek ilyen óriási mértékben az árvíz szintek az utóbbi 40 évben. Szerinte a folyók töltéseit nem kell a végtelenségig emelni, sokkal fontosabb, hogy a nagyvízi medret, vagyis a folyók árterét ismét megfelelően használjuk, azokat ugyanis egyre nagyobb mértékben beépítjük és hasznosítjuk. A konferencián elhangzott, az utóbbi években mintegy 200 milliárd forintnyi árvízvédelmi beruházás valósult meg idehaza. Bodnár Gáspár, a Feti vízig igazgatója a jövőbeni tervekről azt mondta, ideje új megoldásokkal megvédeni a felső Tisza vidéki településeket. Kiemelten fontos területen fog folyni a töltésfejlesztés, hiszen itt a Tisza hullámtérének a szélessége egyharmada csak az átlagos szélességnek. A két település, Kisar és Tivadar teljesen közel épült a Tisza medréhez, ezért fontos, hogy ezt a szűkületet mielőbb rendezzük, hiszen itt komoly visszaduzzasztása van a tiszai árvizekre a híd környékének. Itt olyan új megoldást is fogunk alkalmazni, hogy mintegy másfél kilométer hosszan a Tisza töltését a folyótól kijebb helyezzük, nagyobb teret adunk a folyónak. Ez azt jelenti a kis mintavizsgálatok és a modellezések szerint, hogy csökkenti a visszaduzzasztó hatás, illetve a települések közelében mobil gát építése fog megtörténni. Ez azt jelenti, hogy a települések és a Tisza kapcsolata nem szakad meg hatalmas föld- vagy betonművekkel, hanem amikor az árvíz érkezik, akkor nagyon rövid idő alatt ezeket a korszerű létesítményeket meg tudjuk építeni és megvédeni településeinket. Az igazgató hozzátette, a Tivadart Kisarral összekötő híd átépítése továbbra is kiemelten fontos lenne, a tervek már el is készültek, és ahogy sikerül rá forrás találni, el is kezdik az átépítést.